Üdvözlöm! Egy elektromos láncos emelőt szeretnék bemutatni. Ez egy 2 tonnás emelő, fölfelé és lefelé elektromosan működik, kétsebességes, tehát van lassú-gyors sebessége is, föl-le, és oldalirányban pedig mechanikusan lánccal kézzel lehet mozgatni. Föltettük most egy híddarura próbához, a aljára pedig egy kb. 600 kg-os vastömböt, egy fröccsöntőszerszámot akasztottam. A kezelőszerve viszonylag egyszerű, van rajta egy vészleállító gomb, meg egy föllemüködtető. Jelen pillanatban nem működik, mert ki van nyomva a stop gomb. Hallottuk, hogy kattan az elektronika, és elkezdünk vele szép lassan emelni, először a lassú fokozattal, aztán a gyors fokozattal. Így megy szépen lassan, és ha jobban megnyomom, akkor hallható, látható, hogy gyorsabban is emel, visszaengedem, lassabban emel, szépen finoman, kis sebességgel, és aztán újra gyorsan. Természetesen ez lefelé is így van, hogy lefelé is tudom engedni lassan, és ha még jobban megnyomom, akkor gyorsan. Tehát ez az elektromos emelési része, és akkor a kollégám bemutatja, hogyha a láncot mozgatja, akkor oldalirányba mozgatja a kocsi az emelő szerkezetet. Közben természetesen lóg rajta a 600 kilós vastömb. Úgyhogy ez a láncos emelő úgy működik, ahogy neki működnie kell. Levezekkel és alátétekkel lehet állítani, hogy milyen ígerendára lehet föltenni. Lehet szélesebbre, keskenyebbre, ezt lehet állítani. És akkor a kocsit kézzel lánccal mozgatjuk, az emelés süllyesztés pedig elektromotorral történik, és nagyon finoman is lehet vele dolgozni. És természetesen a V-stopban működik, és a biztonsági köre ezzel megfelel az előírásoknak. Ez a láncos emelő emelésre és munkára alkalmas.